Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a mai délelőttön az EVTN katolikus hálózat nézőit ebben az élő adásban, amelynek, hogy mondjam, mindjárt az telefonos elérhetőségét. Élő adásunk a 061-808-95-55-ös telefonszámon érhető el. Mondanám még a közösség szolgálat telefonszámát is, és ezen a telefonszámon pedig a közösség szolgálatot tudják elérni. A műsor folyammal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tudják megosztani, valamint az itt látható kiadványokból is tudnak adott esetben rendelni, vagy a katolikus televízió számára a fölajánlásokat megbeszélni. Elérhetősége még e-mailen a közösségszolgálat@evtn.hu ékezetek nélkül. Hát nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Rajtunk múlik, hogy másoknak mennyiben tudunk ajándékozni valami jót. Ez a nyári idő, a föltöltődés ideje is kell, hogy legyen. Ez a testi pihenést és a szellemi kikapcsolódást, vagy pedig valamilyen jó olvasmánynak a választását is jelentheti. Milyen fontos az, hogy az ember tudjon kiszakadni egy darálóból, egy úgymond mókus kerékből, hiszen a napok csak peregnek, és nem tudjuk átélni sokszor az egész év folyamán azt, hogy önmagunknak is kell, hogy ajándékozzunk időt is, pihenést is, kikapcsolódást, feltöltődést, szép és jó programokban vehessünk részt. Hát azoknak talán nehezebb az életük, akik testi betegségük vagy elég idős koruk miatt a lakáshoz kötöttek, és hát nem nagyon tudnak kimozdulni a saját lakásukból, rászorulnak másoknak a gondviselésére, gondoskodására. Talán nekik a legnehezebb, és ők sem kell, hogy föladjanak mindent. Ők is talán jó lenne, hogyha ilyenkor félretennének minden földi gondot, hogy úgy mondjam, és tudnának koncentrálni arra, hogy ez az idő most az övék, amit még ajándékban megadott a Nagy Úristen nekünk. Megadott, és azt szeretné, hogy benne tudjunk örülni, hogy el tudjuk viselni az életnek, a betegségnek, a gyengeségnek, a nehézkességnek sok-sok olyan problémáját, amellyel már napi szinten szembe kell néznünk. Milyen jó, hogyha tud az ember a pihenésére, az igazi pihenésére időt szakítani, időt fordítani. Az ilyen nagyon forró, meleg napokban mit is tehet az ember, hiszen az éjszakák folyamán is meleg marad a lakás. Talán aki megteheti és nyugalmas helyen lakik, akkor egy kicsit nyitva hagyhatja az ablakot, talán az esti, éjszakai órákban nem a meleg, hanem a hűvösebb levegő fog bejönni. Na persze, vigyázni kell, hogy a szúnyogháló el legyen húzva, hiszen a váratlan és csípős vendégeket nem néznénk szívesen. De ilyenkor sokszor van, hogy akár órákon át forgolódik az ember, és nem jön álom a szemére, nem tudja
úgy behunyni a szemét, hogy a következő percben ne forgolódna, ne pattanna föl a szeme, hiszen ez a meleg megviseli az egész életünket. Jó, hogyha ilyenkor tudunk néha egy kis vizet vagy hűs teát kortyolni, és milyen jó, hogyha rá tudjuk szánni magunkat arra is, hogyha aludni nem bírunk, akkor legalább próbáljunk egy imádságot, egy rózsafüzért elkezdeni, vagy elmélkedni mindazokon a szép és jó dolgokon, amelyeket megtapasztalhattunk életünknek talán fiatalabb, talán fényesebb, talán könnyebb éveiben, és ezekre visszagondolva föl kellene, hogy fakadjon a szívünkből a jó Isten felé a hála, hogy mennyi jót engedett, hogy megérhessünk, hogy mennyi széppel ajándékozott meg minket, akár a munkásságunk, akár a tanulmányaink vonalán, de a család életben talán legfőképpen, amikor láthattuk, hogy Isten segítségével a családi élet tudott szép lenni, tudott termékeny lenni, és tovább tudtuk adni nem csak az életet, hanem az élet kedvet is, a munkához való kedvet, az alkotásnak az örömét, amikor rá tudtuk vezetni talán azokat, akiket a Jóisten ránk bízott, a legszűkebb családtagjainkat arra, hogy mindenért köszönetet kellene mondani az Úristennek, hogy mindenért hálát adhatunk, amit átéltünk. Sokszor, amikor évek telnek el, visszagondol az ember arra is, hogy sok-sok akkor még fájdalmasnak vagy nehéznek átélt időszak az idők múlásával mennyire a helyére tud kerülni, amikor már nem az aggodalom, nem a küszködés, hanem annak a meglátása marad hátra, hogy ez is az Isten ajándéka volt. Ezzel is, azzal is minket csak alakított, a jó útra vezetett az Úristen. Én azt kívánom, hogy az ilyen meleg időkben, a nyári forróságban, amikor napközben a sötétítő függönyöket is el kell húzni, a redőnyt is le kell engedni, engedjük, hogy a lelkünk is megnyugodhasson. Még arra is van lehetőség, aki már nyugdíjas és nem kell különböző feladatokat ellátnia a háztartásban sem, hogy szakítson akár napközben is időt az alvásra, a szunyókálásra. Hogy kiülhetünk egy-egy teraszra, kiülhetünk a parkba, és ebéd után milyen jó egy kicsit ledőlni, engedni, hogy amit éjszaka nem tudtunk aludni, akkor most néhány fél órát szunyókálhatunk, és testünk is kipihenheti magát, megnyugodunk. Ebben az időben gondolhatunk arra is, hogy az Úristen nekünk most is feladatot ad. És ez a mostani feladat sok idős embernek nem lehet más, vagy talán nem is adódik más, mint hogy lelki értelemben gondoskodjon szeretteiről. Valaki a telefonban keres minket, nagy szeretettel köszöntöm a telefonálót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!
Én megtetszett a téma, amiről beszél Atya, hogy így a nyári pihenések, és csak ebben kapcsolatban jutottam, hogy megosztam, hogy hát az idei nyáron, korábbi években rendszeresen mentem táborokba, csoportvezetőként, segítőként, stb., vagy akár még korábbi években akár én is résztvevőként, de most így az idei évben a különböző táborokat, azokat most kihagytam, és akkor most idén egy lelki gyakorlat lesz így a pihenés, és majd Sárospatakra fogok menni egy hosszabb lelki gyakorlatra, ami remélhetőleg ugyanúgy feltöltő és pihentető lesz. Ó, nagyon jó. És ha szabad megkérdeznem, azok a táborok, amikben a múlt években részt vett, azok a táborok vajon, hogy a keresztény táborok voltak, ilyen hittanús táborok, igaz? Amiben segítőként részt vett, vagy ugye? Nagy részük igen. Én a Szabadkai Egyházi megyében nőttem fel, és ott vannak ilyen keresztény katolikus táborok. Van egy Jézus Barát Csaroktúra nevű tábor is, ami épp most idén, most ezen a héten is, illetve jövő héten is lesz egy turnus, ahol hát egy ilyen zarándoklatszerű tábor, hogy naponta azért 10-15 kilométert sétálnak a gyerekekkel, így a pusztában, a szántóföldek között, és élmény volt a gyerekeknek, illetve hogy azért a séta közben azért próbáljuk nevelni így a katolikus értékrend szerint őket, úgyhogy ebben vettem végóta részt 2016 óta, hogyha jól emlékszek. Ez nagyon csodálatos, és szívből örülök, hogy ilyen fontos missziós tevékenységet tud maga mögött, és hát reméljük, hogy még a következő évek folyamán is újra lehetősége lesz arra, hogy bekapcsolódjék ebbe a missziós tevékenységbe, amikor a gyerekeknek, a fiataloknak úgy adjuk a hitnek az értékeit, hogy közben különböző élményekkel is támogatjuk és segítjük azt. Milyen jó lenne, hogyha az ilyen táborokba a szülők is bátran küldenék a gyermekeiket, mert nagy ennek a jelentősége. Ott is, ahol pont a magyar nyelvet kell megőrizni, meg a keresztény-katolikus hitünket is táplálni és őrizni kell. Nagy jelentőséggel bírnak ezek az alkalmak a fiataloknak is, amikor igazi értékeket és igazi kikapcsolódást, föltöltődést jelenthet az ő számukra is. És hát lám, amit említett, hogy ön mint szolgáló, mint segítő kapcsolódott ebbe bele, és mégis mennyi sok kedves emléket jelent, és milyen jó arra visszagondolni, hogy jó dolgok történtek. Hát biztos, hogy voltak nehézségek, vagy nehezebb napok, vagy rosszabb időjárás, de összességében megérte. És a mai évben pedig, amikor most egy kifejezett talán csöndesebb lelki gyakorlatra indul, akkor pedig az is nagyon fontos, hogy egy kicsit együtt lenni az Úrral, a jó Istennel. Együtt lenni vele, és időt tölteni vele. Úgy is mondhatnánk, hogy abban a csöndben, talán valahol a természet közelében is, ott mi nézzük őt, ő pedig néz minket. Mi látjuk a természetben a fákat, a hegyoldalakat, látjuk a napsütést és néha a felhők érkezését, de tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, mert neki gondja van ránk, mert ő a javunkat akarja, mert ő most ki akar bennünket emelni, magához ölelni. És talán amikor egy-egy kávét vagy teát megiszunk,
vagy egy üdítőt elfogyasztunk, akkor is azt gondolhatjuk, hogy na most ezt Istenem, én veled teszem, mert egy percre sem hagysz engem magamra. Most is velem vagy a pihenés idején, a feltöltődés idején. És amikor a lelki gyakorlatnak az elmélkedéseit, vagy hát programjait teszi az ember belsővé, akkor az Úristennel köti egyre szorosabbra az ő mindennapi életét is. Ez egy ilyen hosszabb lelki gyakorlat, ilyen több napos, ugye, amit jól értettem, hogy több napos lelki gyakorlat lesz. Igen, igen. És ez magányos, vagy inkább ilyen közösségi? Közösségben fogunk lenni. Nagyjából egy, hogyha jól tudom, kb. 10-15-en leszünk, és hát kedtől szombatig fog tartani. Ó, nagyon jó. 5 nap. Nagyon jó. A közösségi lelki gyakorlatnak épp az elmúlt héten magam is hát tapasztaltam áldásos hatását, és hát az Istentől származó tanításon kívül, amit magam is örömmel és hallgattam, és hát boldog voltam, hogy ilyet hallgatok, azért még egy plusz volt benne, az a szerető környezet, az a testvéri szeretet, ami ott áthatotta az egész tábort, amikor nem egymás problémáira, gyengeségeire figyeltünk, hanem örültünk egymásnak, meg őszintén szívből elfogadtuk a másikat, meghallgattuk talán a panaszait is, hogyha erre sor került, de semmiképpen nem kritizáltuk őt, meg nem mi akartuk osztani számára a nagy tudást, meg az észt, hanem csak úgy együtt lenni. Az Úristen, a testvérem, aki ott van, akár férfi, akár nőtestvér, aki ott van ebbe a táborba, és mi magunk, akik ilyenkor az Isten szeretetre a közösség tagjain keresztül is hát rácsodálkozunk és ráébredünk. És akkor ilyenkor is fölfakadhat a mi szívünkben annak a szava, hogy megköszönjük az Úristennek, hogy ajándékozott nekünk mondjuk egy kettől szombatig terjedő időt, amikor a testvérek közösségében, szép környezetben, hát őt imádjuk, őt dicsérjük, őrá figyelünk, és természetesen egymásra is figyelünk. Hát a jó Isten adja meg, hogy ennek a lelki gyakorlatnak nagyon szép és értékes hatása maradjon meg, hogy eltelnek aztán hetek és hónapok utána, még mindig erőt tudjon adni. Ez is hozzátartozik a mi nyári keresztény pihenésünkhöz. A Jóisten szeretetét tudja ilyenkor az ember magába szívni, mint egy kiszáradt szivacs, és ő pedig eltölt minket örömmel is, meg hálával is, meg vidámsággal is. Mert hát igazából, hát ugye nem kell hangsúlyoznom, de úgy érdemes élni, hogy nem csak a nehézségekre fókuszál az ember, hanem az Istenre és a közösségben tapasztalt örömre is. Kedves telefonáló, ugye így készül erre a lelki gyakorlatra? Igen, igen, igen. Teljes mértékben, és úgy hiszem, hogy fogok kapni én is, akkor így örömet, illetve hogy hetek, hónapok múltán is tudok még törtekezni majd ebből. Hát kívánom, hogy a jó Isten ebbe segítségére legyen, és meg a többi testvérek is most. Akkor el is köszönök, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekkel. Egy újabb telefonálót is szívesen hallgatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jéger Miklós vagyok. Őrjünk hát egészen fiatal, még csak 84 éves vagyok, mert nálam sokkal idősebbek is vannak. És Isten intesse őket is. És
Hát a lényeg az, hogy én ma volt szerencsém, nem tudom, még korán ébredtem, és hát meghallgattam két misét, egy evangéliumi, kettő evangéliumi hirdetést, és hát most utolabb a Apostol TV-n néztem meg a Szent misét. Igen. Hát elég az hozzá, hát ha már van két lehetőség, akkor miért ne, hát nem? Persze. És ugye hát az a, meghallgattam az evangéliumot meg az olvasmányt. Illés proféta és Szent Máté. Na most nem tudom azt eldönteni, hogy hol van valami összefonódás a kettő között. Hát igazában, hogyha a vasárnapi szentírási szakaszokat nézni az ember, akkor ott tudatosabban válogatta össze az Anyaszentegyház a vasárnapi evangéliumhoz a hozzá kapcsolódó szentészkét és olvasmányokat. A hétköznapi olvasmányos rendben pedig inkább egy folyamatosság figyelhető meg, tehát ugye a Szent Máté evangéliuma volt tegnap is egy kis rövid szakaszoska, ma is Szent Mátétól van, és ehhez az ószövetségi olvasmányok nem igazán kapcsolódnak, mert az is egy ilyen folyamatos megismerkedés a szent szakaszokkal. Tehát nem a miséző pap válogatja össze ezeket az olvasmányokat. Tudom, hát igen. Voltam sekrest, és hát én gyerekkorom óta a templom mellett nőttem, volt, ha szabad volt, hanem édesapám az kántor volt, karnocs kántor, bocsánat, mert nem mindegy, és akkor egyébként tanárember, csak nem engedték tanítani, na mindegy. Igen, aztán emiatt lettem én, jó, hagyjuk, hosszú, régen volt, felejtjük el. És a lényeg az, hogy ugye azt, amikor dolgoztam, akkor hát én nem tudtam elvégezni a kántorképzőt, mert olyan volt a munkám, hogy egyszerűen nem engedtek szabadságra. 15 nap szabadságom volt, és hát ezt mire használjam ki? Hát nem tudtam a kántorképzőre eljárni, mert az 30 napos. Ezek 30 hétvégés. Nem tudtam elvégezni. Mert ugye közértén dolgoztam, hogy szombaton is helyet kellett állni. Ilyen nem volt, hogy nem megyek. És hát igaz, amit édesapámtól megtanultam, azt megtanultam, és így milyen, na, tessék, most egyébként kimondani, a diploma nélkül nyugalmazott kántor vagyok most. Na, hát azért csak az Isten szolgálatban megtalálta a helyét, hát még persze. Hogyha nem is szerzett hozzá hát képesítés, de biztos a hívek hát és a helyi atyának a támogatása mellett tudott szolgálni, és hát ez is egy nagy ajándéka az Úristennek. Sőt, amikor a Hertő atyánál voltam Zavárcsi úton, az is egy olyan bőtkizé volt. Igen. Hát kérem szépen, ott rám bízta a szervezést. Hát ott volt oltárszövetség, ott volt munkás, ilyen kerti munkásszövetség, takarítószövetség, mindent összeszedtem, és aztán évvégén volt mindig a oltári szentséget kitettük egy napra, és hát ugye, amikor szentségimádás, igen, és kitettük ugye az oltári szentséget, és kérem szépen, én megszerveztem úgy, hogy minden szentségimádáson minimum 20-an voltak, de többen igen. Nagyon jó. És igen, ezt megcsináltam. Miért? Azért, mert úgy éreztem, hogy ezzel tartozom. Ez így tudni? Nem az Úristen. Az Úristen. Istennek. Így van, a kint lévő oltári szentségben rejlő Krisztusban. És na, szóval azért kérdezem ezeket, hogy nagyjából úgy persze, hogy is voltam két évig kis pap is, tehát papnövendék is, annélkül ugye hát politikai okokból kirámoltak,
Azt hát örülök annak. Hát az már jó régen lehetett. Hát igen. Most volt 58-59. Hát 58-62 között valamikor. Oh. Igen, ez akkor tombolt. Hát más világ volt akkor, más világ volt, igen. Csak vissza ne jöjjön ez az egyház üldözős hangulat. Ezért kell imádkozni a rózsafüzért, és hát ugye a szeretett lángot hát nem ismerem annyira, de hogy bekapcsolódnék, mert ugye voltak éppen egy szűzanyag tud segíteni csak itt a mi állapotunkon. Mert itt a borotvájában táncolunk itt a háború és a nem háború között. Hát, és ha nem lenne, jó, nem mondok semmit. Na, szóval lényeg az, hogy ezért érdekelne engem, mert én valami olyasmit találtam, azt mondja, hogy a kenyerekkel, ugye, hogy bántak, ugye, mert igen, ezt az evangélium, most az Ószövetségben Ámosz, vagy Illés, elment ehhez a proféta, és megmondta, hogy hát bánnak bűneid, imádkozás meghalsz. És akkor ő fogta magát, imádkozott, és a végén keservesen sírt. És akkor megint visszaküldte Illést azzal, hogy hát láttam, hogy mennyire megbántad a bűneidet, valahogy így van, nem tudom, szó szerint. És ezért visszafelé mutatom az órát, nem tudom mennyivel. Aztán megvannak a régi órarendnek, és vissza is állított az órát az életével együtt. És így kapott 15 évet arra, hogy még tovább profétálhasson. Hát szóval valami ilyesmit találok, hogy ebben és akkor az evangélium között, akkor, amikor a farizeusokra rászólt, ugye, hogy hát az ősei, és az ősök mit tettek, Dávid, mit tett az, nem tudom, melyik proféta, hogy valaki. Ugye, szóval nem élt vissza, de mégis ahhoz nyúlt, amihez nem volt embernek szabad nyúlnia. Uh-huh. Ugye a papoknak a kenyere. Igen. Ami ki volt készítve. Na most itt ugye az apostolok ahhoz nyúltak, amihez nem lett volna szabad nyúlni senkinek. Gabonát ettek. Ja, igen, hát Na, ezt a kettőt látom így valahogy így kapcsoló. Uh-huh. Gemkapocsnak. Uh-huh. Nem tudom, hogy jól látom-e, nem vagyok pap, ugye, csak hát ugye a magam érzéseit itt próbálom összehangolni, és ezért inkább szeretnék egy vagy megerősítés, vagy pedig egy ellen magyarázat, hogy ez hülyeség, amire gondolsz. Hát talán a prófétai szövegbe, az olvasmány szövegébe talán hát észre lehet venni, hogy az isteni jó szándék, az isteni irgalom, az lám a proféta esetében is megnyilvánult, ahogy vele a jó Isten tett a profétával. Tehát a más az Isten hozzáállása az emberhez, mint amit sok esetben az ember el tudna gondolni. Hát annál a mi elgondolásunknál sokkal nagyobb, sokkal csodálatosabb, sokkal szebb, sokkal értékesebb, amit az Isten nekünk szán. Mindent megtesz az érdekünkben. És hát annak idejében, ugye Krisztus Urunk idejében az akkori hát zsidó gondolkodás nagyon szorosan ugye kötődött ahhoz, hogy a tilalmakat meg kell tartani, és igen. Hát a tilalmak megtartására talán nagyobb hangsúlyt fektettek. Úgy gondolták, hogy az tartja meg az egész népet, hogyha minden pontosan, precízen, patika mérlegen megtartanak. Igen, minden, meg az, hogy mikor szabad kalászt tépkedni, vagy mikor nem szabad, ugye szombaton nem szabad még az sem. Igen. Meg csak megfelelő lépést szabad megtenni, hát olyan sok lépést meg se lehet tenni. Ezt mind a mai napig a választott népből származó emberek, akik vallásosak, ezt ugyanúgy meg is tartják. Na,
a mi keresztény gondolatunkba, és hát Krisztus Urunkra hát alapozza, pedig hát bátran gondolhatunk arra, hogy ezeknél a szabályozott világnál az Isten jóság az sokkal magasabb rendű, sokkal csodálatosabb, sokkal nagyobb ajándék, amit igazából ki se érdemelhet az ember. Ezért mondta Jézus azt akkor, hogy az emberfia ura a szombatnak. Így van, az emberfia, tehát Krisztus Urunk az fölötte áll ezeknek a csak a szabályokon, csak a régi megszokásokon nyugvó életnek. Ő egy újat hozott. Ő az Igen. atyára Igen. akarta az emberek figyelmét irányítani, az atya szeretetére, gondoskodására, irgalmára, bocsánatára. Hát végül is ő ajándékozta a saját életét is. Igen. És az, amikor itt az evangéliumban van, azt mondja, ha tudnátok, hogy itt nagyobb van, mint egy templom. Ez jó. Mondjuk értem, de nem tudom megmagyarázni, hogyha esetleg valaki kérdezi. Hát az Isten jelenléte, látható jelenléte, az nyilván többet jelent, mint egy kézzel épített ószövetségi templom. Az új szövetségi templom is, ha nincs ott benne, az oltári szentségben, az Úr Jézus Krisztus a tabernákulumban nem őrzik ott, akkor csak egy igaz, lehet, hogy fölszentelt épület, de egy épület. Lehet belül szép szobor, szép freskó vagy mozaik, lehet a szemre csodálatos, de az igazi értékét egy katolikus templomnak is az adja meg, hogy ott az oltári szentség színe alatt maga az igaz Isten van jelen. És hát a templom másodszorban pedig a keresztényeknek az otthona is, ott, ahol ugye kellene, hogy jól érezzék magukat. Lám a sekjessési feladat is, amikor szépen elrendezte az oltárt, a virágot, a tisztaságot, a ruhákat, ugye nem kell mondanom. Hát az is arra hát sarkalta a híveket, hogy jól érezzék magukat. Talán a hívek szolgálatát is jelentette, amellett, hogy Isten szolgálat volt. Hát pont az ön élet tapasztalatával ez nagyon is belefér. Tehát nekünk a templom is azt jelenti, hogy ott van velünk az Isten, ráfigyelünk, és a Szentmisében, a Szentmise áldozatban pedig hát kifejezett jelenlétét csodáljuk, imádjuk, tiszteljük, szeretjük, és a szent áldozásban részesülünk is az Úr Jézus testében és vérében, igen. szentségi testében és vérében. Igen, igen. Na most én, amikor áldozni szoktattak engem, akkor mindig azt mondják, ugye, hogy Krisztus teste, én meg úgy fejezem be, és vére őrizzem meg engem az örök életre. Amen. Nagy baj? Kinek lehet ilyen saját gondolatból származó imádság. Nekem ez a gondolat? Ez a gondolat onnan van, hogy amikor a pap áldozik, ez nyilván hallotta többször, akkor ő ezt mondja. A gondolat. Igen. Az én gondolatom az, amikor volt itt Budapesten a kongresszus, igen. eukarisztikus igen. kongresszus. 21-ben. Így van. Akkor kérem szépen, ott összeültek a papok, és hátos nem tudom ki, hogy görög katolikus volt-e, vagy ortodox, nem tudom megmondani, de ez ugye olyan egyforma ruhájuk, hát az ember elfelejti közben, a nevét is elfelejti. Uh-huh. És aztán ő mondta azt, hogy hát a Szentlosjában, amikor átváltoztatjuk, abban ott van Krisztus teste és vére. Igen, valóban, ez így igaz. És ezt így is hisszük, ez a keresztény-katolikus hit, igen.
És valóban a teljes Krisztust vesszük magunkhoz, a teljes Krisztus testét és vérét. Akkor is, hogyha nem két szín alatt történik az áldozás, hanem csak a kenyér színe alatt, igen. Ugye, amikor azt mondta Jézus, hogy egyétek és vegyétek be, ez az én testem, akkor az ő megkínzott testére gondolt, és látták az apostolok. Hát, hogyha... Ugye, egy agyonvert, megkínzott test, vérrel teli test. Vérreltelítést. Na most a másik, ugye a húsvéti eseményt azt a maga teljességében szemléljük. Tehát a húsvéti eseménybe beletartozik az utolsó vacsora, a nagypénteki szenvedés és kereszthalál, a szombatnapi sírban nyugvás, és aztán a vasárnapon harmadnapra történő föltámadás. Igen. Az életre, nem a látszat, a valóságos életre való föltámadás a Krisztusunknak. Igen. Igen. Hát ez a mi hitünk, ez a keresztény hitünk. És igen, ilyen szempontból már az utolsó vacsorában, amikor Jézus mondja a szavakat, a szerzésnek a szavait, hogy ez az én testem, ez az én vérem, hogy ezt egyétek ebből, igyatok mindnyájon, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor az a test, az benne foglaltan a szenvedő és a föltámadott testet is jelent. Pontosan így van. Tehát így gondolunk rá, akkor a maga teljességében közelítjük meg azt a nagy titkot, amit emberi elme fölfogni képtelen. Értem, igen. Hát nagyon szépen köszönöm a telefonálásokat. És hát elnézést, hogy ilyen zavartam, de hát engem az ilyesmi jobban érdekel teszi tudni, mint bármi más. Szóval már úgy érte, hogy ilyen szentírás elemzés, hát annak és egy hitben való, jobban való elmélyülés. Úgyhogy hát, ezáltal mindig nagyobb hitet kapok. Hát a Jóisten segítse, és tartsa meg ebben az igaz hitben mindvégig. Hát, egész az örök életig. Nem tudom, mennyit engedélyezni nekem a Jóisten. Hát egy örök életet engedélyez. Hát az örök élet az biztos, igen. De hogy itt a föld életből még mennyit engedélyez, fogalom sincs. Hát az majd meglátjuk. Hát igen. Úgyhogy ezt rábízom, legyen meg az ő akarata. Így igaz. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki amen, dicsértessék. Talán amikor gondolkodtunk itt a meleg nyári idő kapcsán, ami saját közérzetünkről, meg a szükséges mozgásról, meg a saját nehézségeinkről is, akkor jó, hogyha arra gondoltunk, hogy hát épp testben, meg kipihent testben, hát ott akkor az a lélek tud bennünk előtérbe kerülni, ami a Jóisten szándéka szerint a legjobbat ajándékozza nekünk. Az Isten lelke kap teret, kap helyet, még akkor is, amikor mi pihenünk, amikor a nyárnak a gondtalan idejét éljük, amikor nem a munkába járásra fókuszálunk, hanem a szabadságot töltjük, akkor is igyekszünk az Úristen szeretetében megmaradni, méghozzá tudatosan megmaradni ebbe az isteni jelenlétbe. És ehhez, mint ahogy az egyik kedves telefonáló hölgy is említette, milyen szép és jó lehetőségek adódnak annak, aki részt tud venni lelki gyakorlaton, vagy fiatalok, hittanosok táborosztatásán, minisztráns tábor szervezésén, vagy hát bármilyen zarándok programon is, akár gyalogos zarándok programon is. Persze talán a hosszas gyaloglások azok nem a 35 fok fölötti hőmérsékleten a legkellemesebbek, de talán a nyárba ez is bele fog még férni. Egy újabb telefonáló keres minket, szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus. Mindörökké amen, Irénke vagyok Kótajból.
Üdvözlöm ugye mindenki. Március 7-én halt meg a férjem. Fogadja sajnos. 51 éves házasság volt nekünk, uh-huh. és most július 15-én töltöttem a 70 évet, uh-huh. és a 12 unokám van, 4 dédim, ez egy nagy öröm, egy nagy család, és csak sajnos el kellett mennem dolgozni, a pihenésre figyeltem az atyát, de el kellett mennem dolgozni, mert nem akarok a gyerekeimre semmit hagyni, semmi adósságot. Így most 70 év fölött is? 70 év fölött is dolgozom, 12 órában, igen. Ó, hát ez bizony jó kihasználása az emberi szervezetnek, de muszáj, hát ugye? Igen. Igen, muszáj is, meg beszéltem a főnökömmel, és azt mondta, kikapcsolódok a férjem utáni, hogy meghalt, és kikapcsolódom. Uh-huh. És nagyon sokat imádkozok, rózsafűzérezek, és volt egy olyan álmom, hogy ahogy alszom, egy olyan álmom, hogy egy oltár volt előttem, és közelebb jött. És fel is ébredtem, és kinyitottam a szemem, és a tévében benne volt az oltár. Hogy hát, én igen. Nekem még ilyen álmom még nem volt. Hogy azt álmodta, hogy a tévében is látja az oltárt? Nem, hanem elébém jött, ahogy alszok. És akkor kinyitottam a szemem, és pont a tévé, nekem be van mindig kapcsolva a Zevin, az Apostol tévé, és az oltár volt előttem a tévébe. Aha. Ilyen és álmom akkor, még nem volt. Hát ilyen nem, hát. Úgy látszik, hogy ami egy napközben ébrenlétben sokat foglalkoztatja az embert, például, hogyha nézi ezeket a televíziós közvetítéseket, a szentmise közvetítéseket, vagy valamilyen ájtatosságnak a közvetítését, akkor ez ugye oda irányítja a figyelmünket az oltárra, az Isten tiszteletre, a szentmisére, és hát akkor ez úgy mélyen rögzül bennünk, és akkor még hogyha személyesen nem is tudunk ott jelen lenni, de legalább így lélekben ott vagyunk, bekapcsolódunk az imádságba, hallgatunk az Isten szavára, és hát akkor ez úgy mélyen beívódik az emberbe. És sokszor, de mert úgy aludtam el. Sokszor még álmunkba is akkor ez, igen, előjön. Úgy aludtam el, hogy a tévé szólt, igen. És mindig mondom, bekapcsolom. Na volt egy olyan esetem, hogy elmentem Mária Pócsra, ugye, és a családokat szentelték, meg a házaspárokat. Igen. És nekem annyira fájt, pont akkor halt meg, nem, utána a férjem, nem, és akkor oda megyek, és pontosan a püspök állt előttem, és azt mondja, hát két nőt nem adhatok össze, mert ott volt a kolléganőm is. Hát mondom, püspök atya, nem is azért jöttem én, hanem 51 éves házasságból kerültem ki, mert mondom, a férjem meghalt. Egyen meg úgy megszentelt engem, mert azt mondja, őszinte részvétem önnek. Uh-huh. Mondom, hát elnézést kérek, nem tudtam, hogy a házaspárokat adja össze, meg ugye nem, a családi. Nem összeadja, hanem megáldja. Ez egy szép szokás, hogy ilyen búcsújáró helyeken, magam például, amikor a Szentföldön voltam ilyen zarándok úton, akkor is volt olyan, hogy akik házastársal együtt voltak ott, azok ott odaálltak, és újra, hát így kórusba persze mindnyájan elmondták a házassági ígéreteket, ezzel mint egy megújítva az, hogy hát továbbra is szeretik egymást, igen, de hát ez nem jelentett nyilván új házasságkötést, vagy újabb fogadalmat, mert az első fogadalom, ami a házasságkötéskor elhangzik, az egy élet hosszig tart, tehát az jó néha így lélekben megújítani, de az nem ad hozzá semmi pluszt a már érvényesen megkötött házassághoz. Tehát önök is, amikor annak idején házasságot kötöttek több mint 50 évvel ezelőtt, akkor az egy élet hosszig tartó ígéret volt Isten szent színe előtt, ugye? És hát ez eltartott egészen addig, ameddig az Úristen a házastársát magához szólította ebből a földi világból, és hát most ő már odaállt, várja majd, hogy
egyszer teljes legyen az örök üdvösségbe a család. Igen. Tehát így ezzel a gondolattal érdemes az elhunytjainkra is gondolni, hogy az Isten szeretetébe, jóságába engedtük el azt, akinek itt véget ért már az élete, akinek az életével járó összes szenvedés, meg az összes betegségnek minden kínja véget ért, és olyan helyre mi úgy mondjuk, hogy a mennyországba, az Isten jelenlétébe került, ahol nincs már többé szenvedés, meg sem nélkülözés, meg nem hiányzik az embernek semmi, mert mindent megkap az Isten boldogító, irgalmas jelenlétével. És hát ráadásul így az idő folyásából, múlásából, változásából is kikerül az, akinek befejeződik ez az anyagvilágban töltött földi élete, és hát a föltámadt testvilágába pedig majd az utolsó ítéletnél ott pedig már olyan testtel ajándékozza meg az Úristen az embert, ami már nem fog éhezni és szomjazni, ami nem betegszik meg, ami nem tud elfáradni. Tehát ez a fáradtság, ez a betegség, ezek a testi gondok is, meg a halál is, a fájdalom is, az mind ennek a világunknak a részei, de hát nem ez a mi végső otthonunk, hanem a mi célunk, ahova megkaptuk a meghívást a Szent Keresztségbe. Rajtunk van az isteni pecsét, hogy hozzátartozom, hogy ő maga pecsételt el magának, amikor az Atya és a Fiú és a Szentlélekben megkereszteltek engem, akkor az Istennek a fogadó gyermeke lettem. Én már hozzátartozom, mindnyájan, akik megkereszteltek vagyunk, így hozzátartozunk. És hát lényeg az, hogy az ő meghívása alapján mi is részesülhessünk majd abból a boldog mennyországból, ami a végső és teljes hazánk lesz nekünk. Hát adja Isten, hogy ezt talán vigasztalásként is sokan meg tudják érteni, át tudják élni, hogy lehet, hogy ez a földi sátrunk, ez összeomlik, de ránk a mennyben örök otthon vár Isten szeretetében. És hát, aki özvegyként éli életét, az úgy gondolhat az elhunyt házastársára, hogy ő már megérkezhetett a jó Isten szeretetében. Nagyon hiányzik, az évek négy fal közé. Fog is hiányozni mindvégig, és addig jó, ameddig szeretettel tudunk rájuk gondolni, akik itt a Földön nekünk nagyon fontosak voltak, nélkülözhetetlenek voltak, de már elmentek az Úr jelenlétébe, az Isten jelenlétébe, abba a fényességes boldogságba, ami a mennyországot jelenti. Hát, nagyon szépen köszönöm. Szeretném akkor arra kérni, hogy mindig ezt a jó oldalát, pozitív oldalát hozza a saját gondolatába, hogy fáj, hogy nincs itt, és fog hiányozni mellőlünk. De amiben ő részesül, oda a mi szívünk csak egyenlőre vágyik, és oda mi meg csak tartunk a földi életünk folyamán. De mivel Krisztus Urunk van a mi életvezetésünknek a központjába, így mi azt az utat akarjuk járni, amire Isten hív minket. A szeretet meg a békesség útját akarjuk járni, meg az imádság útját, a hálaadó imádsága és a kérő imádság útját. És hát adja Isten, hogy ez az imádságos út, ez mindvégig megmaradjon, hogy aztán célba érkezzünk, hazaérkezzünk, az Atya örömébe érkezhessünk mindnyájon. Oda, ahol már szeretteink, akiket előbb elszólított az Isten irgalma, már majd ránk is várni fognak.
Nagyon jó egészséget kívánok önnek. Önnek is, Isten áldja meg. Vigyázzon magára, mindörökké, amen. Ám sokszor a testi gyengeség, a testi erőtlenség kinyitja a szemünket arra, hogy nem ez az ember célja, hanem az örök boldogság a mi célunk. De az Úristen azért mégis azt szeretné, hogy amennyire lehetséges, tegyünk a saját egészségünk, a saját pihenésünk, a saját jó közérzetünk érdekébe is. Azért is, hogy jó kondícióba maradjunk. Testi kondícióba is, meg lelki értelembe vett kondícióba is, ami azt jelenti, hogy nem vonja el figyelmünket a testi fáradtság, a testi bajok és szenvedések sora, az aggodalmaskodás, a nehézségeken való gondolkodás pont a lényegről, arról, hogy velünk az Isten, arról, hogy minket egész életünk folyamán magához akar vonni, az ő szeretetébe, az ő közelségébe akar tudni. És hát lám, ez a nyári idő azoknak is, akik dolgoznak, de azoknak is, akik már nem kell, hogy dolgozzanak, mert otthon vannak, talán vissza tudja adni a nyárnak az örömét és az Isten jóságában való reményt is, hogy egy kicsit kitöröljük a gondokat meg a fájdalmakat a napjaink sorából, és oda tudunk fókuszálni arra, hogy a jó Isten mennyi jót tud nekünk adni. Ha csak kinézünk a folyóparton, a tóparton, ráemeljük a tekintetünket a hegyekre, a felhőkre. Valakinek megadatik, hogy el tud utazni innen Magyarországról tengerpartra is. Hát nyilván vannak, akik hát eleve külhonban úgy élnek, hogy az országon belül még tengerpart is van. Hát jó ezekre is rátekinteni, ez is az Isten ajándéka nekünk. Ezzel a mindennapi nyári örömökkel is minket arra akar segíteni, hogy átéljük azt a szépséget, amit ő ajándékoz nekünk. Átéljük azt a nyugalmat, amiben jó lenni. Átéljük azt a könnyedséget, ami kiemel minket a mindennapok nehéz forgatakából, vagy a testi fájdalmaknak a mindennapos kínjaiból, mert jó az Istennel lenni, jó rácsodálkozni az ő műveire a természetben, jó kicsit kikapcsolódni, és akár lelki olvasmányokkal, akár több imádsággal, akár beszélgetésekkel időt ajándékozni magunknak is, más embereknek is, meg a jó Isten felé is. Hogy legyen talán a mi nyarunk, a mi meleg nyarunk, és nem csak egy élvezése az Isten jóságának, hanem mi is tudjunk valamit adni. Amikor rámosolyog az ember az unokájára, vagy a gyermekére, vagy vidáman ott tud lenni, mondjuk egy hittanos táborban, vagy egy cserkész táborban, vagy egy akár nyugdíjasok által is szervezett zarándokútban, vagy kirándulásban, hogy ott magunkat tudjuk ajándékozni, a mi jelenlétünket, örömünket tudjuk ajándékozni, ami, hogyha tudunk tenni valamit szorgalmas tevékenységgel, ami másokat gazdagít, akkor azt tudjuk ajándékozni. És hát nem pénzét tesszük, nem önérdekből tesszük, hanem pont másokért tesszük.
Hát ilyenkor, amikor a nyári idő erre lehetőséget ad, akkor értékeljük ezt talán úgy, hogy a Jóisten most olyat kíván tőlünk, amit ő maga is tesz. Hogy mi tudjuk ajándékba adni magunkat, odaadni magunkat, örömben odaadni magunkat, mert ő is nekünk ajándékozza magát. A hétköznapokban is, meg a nyári örömökben, a szép tájakban, a hallgatott zenében, vagy a lelki olvasmányban, az Isten maga saját magát ajándékozza oda. És na, hát az Isten ajándékát jó lenne hát átélnünk, megélnünk percről percre, napról napra. És ebben a nyári időben is nem eltávolodni a hittől, hanem éppen elmélyülni a hitben. Hát talán most, hogyha egy kis szünetet tartunk, akkor a kis szünetben gondolkodhatunk ezen is, hogy a Jóisten most nekünk szép időt, szép nyarat ad. Gondolkodjunk rajta, hogy ez milyen nagy ajándék tőle, és mi is próbáljunk ajándékozó módon megélni napjainkat. Szünet után találkozunk. Szeretettel köszöntöm az EVTN nézőit és minden más hívő katolikus keresztényt vagy csak tévénézőt. És mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a televíziót, hiszen olyan sokan vagyunk idősebbek, akik nehezen jutunk el a templomba, vagy ilyen olyan emberi korlátaink miatt már nem is indulunk el, és mégis a jó hírt, amit ők örömmel szolgáltatnak a számunkra, rajtuk keresztül a csatornáikon keresztül mind hallgathatjuk, nézhetjük, és igazán jó műsorokat közvetítenek felénk. Éljenek a lehetőséggel, és nézzék a televíziót. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindenkit Isten áldjon. Abban nőttünk fel, ami azt mondja, tudjátok, a legalkalmasabb marad meg, te nem vagy az. Nem hiszem, hogy ez helyes gondolkodásmód. Nem csak, hogy alkalmasak vagyunk, hanem feltétlenül szükség van ránk. Sok-sok lélek megmentéséhez. Például, nem tudom, hány ezer rózsafüzért osztottunk szét, csak azért, mert ti elkészítitek őket. Van időtök. Készítsetek rózsafüzéreket. Nem kell haszontalannak érezned magad. Mert Isten még mindig veled van. Még mindig benned van. Úgy nézel ki, mint ő. Az ő képmására vagy teremtve. Akkor nem jelent semmit. Úgy gondolom, hogy tedd, amit tudsz. A legjobb tudásod szerint. Ma este sokan idősek otthonában hallgatnak engem, akiket senki sem megy látogatni, de az angyalotok ott van. Az istenetek ott van. Az emberek körülöttetek is ott vannak.
még ha egyedül is vagytok, a szívetek mélyén ott van ő. Nem akarom, hogy magányosak legyetek. Most van a legjobb idő a munkára. A legjobb idő a munkára. Az imádság munka. A misére járás munka, minden munka. Az egész életünk egy munka. Ha azt mondod, hogy a nővérek, akik éjjel-nappal az oltári szentség előtt vannak, nem dolgoznak, akkor még soha nem imádkoztál. Tehát ne feledd. Ne oltsd ki az életedet, mert valaki azt gondolja, hogy ki kellene, vagy mert szabadulnál a fájdalomtól. Ez mind hazugság. Ne hidd el a hazugságot. Értékes vagy, nagyon értékes vagy Istennek. Örömöt és boldogságot fogsz szerezni neki. Ha 85 évesen felébredsz, és azt mondod, köszönöm, Istenem. Van még egy napom, hogy szeresselek. Köszöntöm az EVTN nézőit, és is köszönettel tartozom az EVTN-nek azzal, hogy valóban nagyon sok emberhez elviszi az ő üzenetét, nagyon sok emberhez el tud jutni az egyház tanítás, az egyháznak az értéke. Két kérdést tennék fel önöknek. Látnak engem? Hallanak engem? Hogy látnak engem és hallanak engem, ez nagyon sok munka kell. És nem csak munka kell hozzá, hanem valahol anyagi támogatással tudja a televízió is ezt önök számára ajándékként átadni. Ezért kérném önöket, hogyha van lehetőségük rá, akkor támogassák az EVTN-t, hogy valóban nap mint nap a műsoraink keresztül el tud jutni önökhöz Krisztus örömhíre, és Angelika anyának az üzenete is, hogy valóban fontos az, hogy együtt tudjunk gondolkodni, együtt tudjunk imádkozni, együtt tudjunk értéket teremteni. Köszönöm a támogatásokat, köszönöm, hogyha ott állnak az EVTN mellé. Dicsértessék a Jézus Krisztus újra itt, és ha már újra élő adásban vagyok, akkor az élő adás telefonszámát hadd ismertessem. Tehát élő adásunk a 061-808-95-55-ös telefonszámon érhető el. Közösségszolgálatunknak is van egy külön telefonszáma. A műsor folyammal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, kérdéseiket lehet azon majd megbeszélni, valamint a kiadványokat, amik itt mögöttem is láthatók, ezeket is hát meg lehet rendelni ezen a telefonszámon. Ez a telefonszáma 061-es 780 80-85-ös szám. Tehát 061-780-80-85 az esetleges adományozásokkal kapcsolatban is itt adnak fölvilágosítást. E-mail cím pedig nem más, mint a
közösségszolgálat@evtn.hu ékezetek nélkül írva. Az adás eddigi részében a kedves testvéreknek én hát igyekeztem azt a gondolatot fölvillantani, hogy mennyire fontos és szükséges, hogy ebben a nyári időben, amit az utóbbi napokban, hetekben jó meleg időnek is tapasztalhattunk, és sokaknak talán nehézséget is okozott, mégis az Isten jelenlétében kellene, hogy ezt megéljük úgy, hogy a saját testi közérzetünkre, kipihentségünkre is gondoljunk, hogy ilyenkor szakítunk időt arra, hogy tényleg kipihenhetjük magunkat, hogy nem jártatjuk fölösleges dolgokon sem, meg fontos dolgokon sem a gondolatainkat, hanem igyekszünk kikapcsolódni, hogyha van lehetőségünk, akkor mozogni is, kiülni a teraszra, vagy erkélyre, vagy kiülni a parkba, és a tekintetünket a környezetre, a szép fákra, növényekre, hegyekre, vizekre fordítjuk, és mindenben észrevesszük, megpróbáljuk a Jóisten jelenlétét meglátni. Tehát a testi jó kondíció, a szükséges mozgás és a szép környezet az mind-mind gyógyítja a mi személyünket. Szükségünk van így testi gyógyulásra is, amikor tényleg kipihenjük, kialudjuk magunkat, amikor mozgunk, ha megtehetjük, amikor a kondíciónkért tehetünk valamit. Milyen jó lenne, hogyha ezzel is erősítenénk magunkat, aminek persze van egy hátsó szándéka, a hátsó szándék pedig hát az, hogy mi aztán szolgálni akarunk más embereknek a hitünkben, a jelenlétünkben, akár családi, akár másféle jelenlét, mi szolgálni akarunk. Hát erre a szolgálatra készít fel minket most ez a nyári pihenés, ez a kikapcsolódás, ezeknek a jó dolgoknak, a természetnek a szemlélése, a csöndességben való maradás, vagy éppen valami szép számunkra kedves zenének a hallgatása. Amikor átadjuk magunkat ennek a nemes élvezetnek, a szemünk, a fülünk, a gondolatunk a szépre nyílik meg, az értékre, a tisztaságra, a jóságra nyílik meg. Hát ez azért fontos, mert mi a közösségben kell, hogy szolgáljunk, egy abba a közösségbe, ahova éppen minket az Úristen most a napjainkban, az életünkben most helyezett. Hát kinek milyen közösség jutott? Vannak olyan életkorukban már nagyon előre haladott testvérek, akik már nem is a saját otthonukban élnek, hanem ilyen nyugdíjas gondozó házban töltik idejüket, mert rászorulnak már a folyamatos ápolási jelenlétre, rászorulnak arra, hogy sok mindenben kiszolgálják őket, és talán a szűk család ezt már nem tudná megtenni, mert a szűk család talán a kenyérkeresettel foglalkozik, és a napnak csak egy kevés részét tudja otthon tölteni. Tehát vannak, akik már új otthonban töltik életüket, napjaikat, és ott nézik talán a katolikus tévéadásokat, nézik a Szent Mise közvetítéseket, a rózsafüzér imádságok közvetítését, az evangélium magyarázatokat. Nekik talán ez a televízión keresztül, ez a sok esetben katolikus rádión keresztül érkezett szó,
üzenet, ez sokat jelent. Ez jelenti számukra azt, amit már nem adhat meg a templom személyes látogatása, mert nem tudnának személyesen elmenni még a közeli templomba sem, testi gyengeségük, lakáshoz kötöttségük miatt. De ők legalább így tudnak bekapcsolódni a közösségbe, hogy imájukkal is támogatják a nagyobb keresztény közösséget. És akik még ezt meg tudják tenni, ők pedig próbálják meg ezt a nyári időszakot is arra felhasználni, hogy ápoljuk a mi közösségi kapcsolatainkat a keresztény közösségben is, de más egyéb, akár valamikori kollégák közösségével is, vagy szomszédok közösségével is próbáljuk ápolni a kapcsolatunkat. Talán több időt tudunk ráfordítani. Ne legyünk egyedül maradottak. Legyen kit meglátogatni, legyen lehetőségünk akár telefonon beszélgetni, vagy pedig aki a számítógéppel jó barátságban van, akkor a számítógépen keresztül kapcsolatba jutni más emberekkel, de igazi kapcsolatban, amikor mi is kíváncsiak vagyunk a másik ember életére, amikor mi is arra figyelünk, hogy ő hogy van, hogy érzi magát, vannak esetleg problémái vagy nehézségei, és türelmesen, szépen meghallgatjuk, akkor is, hogyha nem tudunk neki jó tanácsokat adni, hogyha nem tudjuk őt a gyógyulás útjára vezetni, de legalább meghallgatjuk, legalább nekünk elmondhatja néhány percben, néhány mondatban azt, ami a szívét, lelkét nyomja, azt, ami őt most nagyon leköti. Talán így rendelkezésre tudjuk bocsátani, így közösségi szinten is magunkat. Természetesen ez azt is jelenti, hogy ne legyünk terhére a másik embernek, hogy legyünk arra tekintettel, hogy lehet, hogy neki éppen ebédelni kell menni, vagy neki lehet, hogy orvoshoz kell majd igyekeznie, és talán ne órák hosszat üljünk a telefonvonalban, hanem keressük, beszéljünk vele, de hagyjuk meg az ő saját egyéni szabadságát, meg életritmusát a másik embernek. Hát ezt úgy is szokták mondani, hogy ne telepedjünk rá a másik személyre, mert lehet, hogy nekünk csak ő van, akivel beszélhetünk, de annak a másiknak lehet, hogy ott vannak a további családtagjai, vagy a nyugdíjas házban a barátai, vagy jó ismerősei, akivel rajtunk kívül szeretne még beszélni. De mennyire fontos az, hogy amikor másokkal kommunikálunk, beszélgetünk, akkor legyünk türelmesek, legyünk elfogadóak, legyünk körültekintőek, ne bántsuk meg a másikat, ne szaggassuk föl a régi sebeket, hát különösen ne oktassuk ki. Akik már megértünk jó néhány évet vagy évtizedet, ott van ám bennünk az, hogy akár kisgyerekkorunkban vagy felnőttkorunk bármelyik részébe más emberektől elszenvedtünk, ha más nem, akkor szóbeli bántást, vagy meg nem értést, vagy türelmetlenséget, és ugye nem felejtettük el ezeket. Ott vannak bennünk, és hogyha akarnánk, se tudnánk kiradírozni, nem tudnánk lenullázni, mert ott van bennünk. Legalább mi, amikor másokkal beszélgetünk,
amikor másokkal telefonálunk, másokra figyelünk, meghallgatjuk őket, akkor tegyük mindig szeretettel, türelemmel, hogy véletlenül se okozzunk a másik ember számára testi-lelki szenvedést. Ne okozzunk számára kisebb rendűségi érzést. Ne okozzuk számára azt, hogy ő önmagát alul értékeli. Ne oktassuk ki, és főleg a régi dolgokat ne hánytorgassuk föl. Visszamenőleg ne osszuk az észt, hogy persze lehetett volna ezt, vagy azt, vagy amazt sokkal szebben, vagy jobban csinálni. Hát bizony, ami megtörtént, az megtörtént. Amin túljutottunk, azon mindnyájan túljutottunk, és hogyha nem a legszebben, nem a legjobban intéztük a saját ügyeinket, azon már így utólag változtatni nem tudunk. És ezt akkor is vegyük figyelembe, amikor másokkal beszélgetünk. Ő sem tud már változtatni azon, amit akár fiatalkorába, gyerekkorába, vagy akár meggondolatlanul élete bármely szakaszába átélt vagy megélt. Nem tudjuk megváltoztatni az eddigi életünket, de amit tudunk, az nem más, mint hogy szeretettel, elfogadással meghallgatjuk a másik embert. Adunk neki lehetőséget, hogy kibeszélje a fájdalmát. Adunk neki lehetőséget arra, hogy megnyugodjon. Sőt, milyen jó, hogyha hozzá tudjuk segíteni a másik embert ahhoz, hogy jól van, most már történt, ami történt, nyugodj meg. Inkább helyezzük, talán biztassuk arra, hogy a jó Isten kezébe van a mi életünk, meg a családtagjaink élete is. Én magam is sokszor hallok olyat idős emberektől, hogy fölneveltek ennyi és ennyi gyermeket, de fájdalmasan tapasztalják azt, hogy az ő gyermekeik, akiknek tényleg mindent megadtak, hitre nevelték, templomba járatták, szentségekben részesült gyerekkorába is. Hát most neki nincs olyan jó Isten kapcsolata. Már nem megy minden vasárnap szentmisére. Már nem úgy éli életét, mint ahogy azt annak idején megígérte a bérmálásakor. Hát ez egy fájdalom egy szülőnek, vagy egy nagyszülőnek. Ez fájdalom azért, mert mi megtettük a jót. De legalább ilyenkor helyezzük a jó Isten kezébe, hogy drága Uram Jézus, én most azért imádkozom hozzád, azért kérlek téged, hogy azt, akit nekem ajándékoztál, akit rám bíztál, azt most már te magad irányítsd életének útján egyre közelebb önmagadhoz, hogy visszataláljon az igaz hitre, hogy ne más zavaros dolgokba higgyen, hanem fogadjon el téged Urának, Istenének, hogy az ő életvezetését a te szándékod szerint élje meg, hogy célba tudjon érkezni nálad, és az élete egyre inkább akkor szebbé, jobbá válhasson. Hát lám, az ilyen családi fájdalmakat is oda vihetjük az Úristen elé. Ez a nyári idő is talán megadja a lehetőségét arra, hogy szeretettel gondolunk a családunkra. Elég nehéz akkor gondolni gyermekeinkre, unokáinkra adott esetben, hogyha tudjuk, hogy ő messze országba költözött, és csak ritkán látogat haza, és nekünk meg nem nagyon van lehetőségünk, hogy fölkeressük őt ott, ahol lakik. Hát attól még imádkozhatunk érte.
attól még néha mi is kezdeményezhetünk egy-egy telefonhívást, attól még ott hordozhatjuk a szívünkbe, és megkérlelhetjük az Úristent arra, hogy ott, ahol ő most a kenyerét keresi, ott, ahol most az élete napjait éli, ott legyen neki Isten szeretetétől átélt boldog élete, hogy találja meg ne csak az emberi számításait, hanem találja meg újra az Isten szeretetét, hogy ne szakadjon el az Isten szeretetétől, hogy visszataláljon az imádságra, a templomba járásra, a keresztény életre. Milyen jó lenne, hogyha ezt is hordoznánk a mindennapi imánkba, hogy gyermekeink, unokáink is Isten szándéka szerint azon az úton járjanak, ami Isten előtt kedves. Egy kedves telefonálót köszöntök szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus, hallgatom. Mindörökké, amen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, vagy igen, hogy tudom, hogy most így általában a nyári időszakban vannak a papi áthelyezések, és, igen. És hogy atya is most új templomba fog kerülni, hogy igen, eddig a bazilikában volt. Olvasta biztos. Olvastam, igen. És hogy most új plébániára fog kerülni így a bazilikából, hogy milyen tervekkel vág neki az új templomnak, új közösségnek. Hát akkor mondom. Hát én hiszem azt, hogy a Szentlélek Úristen minket, papokat nem csak fölhasznál, hanem vezet is. Hát a Szentlélek Úristen vezetésének az egyik útja az, amikor a főpásztor szívében megfogalmazódik az, hogy az ő papját másik helyre, másik szolgálati helyre küldi el, hogy ott a lelkek javáért szolgáljon tovább. Hát én hiszem azt, hogy a főpásztorom azért küld engem erre az új helyre, erre az új plébániára, hogy ott is a lelkek javát próbáljam szolgálni, hogy próbáljak az ottani híveknek a szentségi életbe is mindent megadni, ami szükséges a szentségi pasztorációban, akkor próbáljak az ige hirdetésben is megadni mindent, hogy az Úristen szeretete felé vezessem őket az ige hirdetésben is, a hitoktatás, akár felnőtt hittan terén is, hogy egyre inkább ráébredjenek azok az emberek is, hogy Isten szeretetében érdemes élni, hogy Isten jóságáért fontos hálát adni, és a mi életünket az Isten jóságának kell átadni. Én el szeretném majd mondani azon az új helyen is azoknak a kedves híveknek, idősebbeknek és fiatalabbaknak is, hogy úgy érdemes élnünk életünknek a napjait, hogy az Úristen kezébe helyezzük a mi életünket, a munkás éveinket, meg az időskori éveinket, az imádság perceit, meg a napi munkának, meg a háztartási feladatoknak az idejét is Isten kezébe helyezzük. És akkor, ha ezt így meg tudja valósítani az ember, akkor ráébred arra, hogy nem csak én, meg a mi családunk, hanem ott van az a másik család, akit én látok a vasárnapi szentmisén, ott van az a másik hölgy vagy úr, aki részt vesz mondjuk egy szentségimádáson, vagy litánián, vagy rózsafűzérájtatosságon, hogy ő is ugyanazt az isteni szeretetet éli meg napról napra, amit én megélek.
és mi abba is összetartozunk, és így alakul ki tulajdonképpen egy ilyen plébániai közösség is, hogy mi észrevesszük a másik emberben az Isten gyermekét, meg észrevesszük a másik emberben azt, aki adott esetben rászorulhat az én közvetlen segítségemre, lelki segítségre, iránymutatásra, biztatásra, épp úgy, mint meghallgatására az élet különböző problémáinak, és ez bármelyik hívő meg tudja tenni. Oda tudja ajándékozni az idejében azt a perceket vagy órákat, amit a másik embernek sokat jelent. Én is ajándékozni szeretném a saját életemet annak a közösségnek, ahová a bíboros úr engem helyezett, hogy ott szolgáljak. Nyilván a papi életet, meg a templomról való gondoskodást, meg a szentségi életet, azt hát elsősorban úgy kell élni, hogy másoknak javát szolgálja. Mert hát mi nem hivatalnokok vagyunk elsősorban, bár hozzátartozik az is, hogy egy adott plébánián még a hivatalt is vezetni kell. Hát nem vagyunk szakemberek se, de az is hozzátartozik, hogy abban a templomban, abban a plébánián minden hát rendben működjön, ne legyenek technikai meg anyagi problémák, hát ott kell, hogy legyen az ember figyelme ezeken a területeken is. Hát ilyen feladat is benne van egy felelős lelkipásztori szolgálatban, és amikor az ember az Úristennek hálát ad azért, hogy arra méltatta, hogy nem csak a liturgiában, meg hát nem csak a szentségi pasztorációban, hanem ezeken az egyéb emberi és közösségi területeken is hát szolgálhat, akkor ez egy nagy ajándék az Istentől, de hát ez az ajándék, ez azért kapjuk, papok, hogy tovább tudjuk adni, hogy ne csak a magunk örömét keressük benne, hanem mindenkinek az örömét, aki ott azon a plébánián Isten szerető, egyház szerető ember. Sőt, én még azt is szeretném, hogyha olyanoknak is a szívét valahogy elérni az isteni üzenet, akik eddig még nem napi templomba járók, akiknek a gondolata még nem érkezett a hitvalló életre, hát őket is szeretném megszólítani és meghívni a hitvalló keresztény közösségi életre, ahol egymásnak nem kritikusai, hanem barátai akarnánk lenni, hogy nem kihasználói, hanem segítői akarnánk lenni. Hát egy papi életben ez is erősen benne van. És hogyha ezt igyekszünk Isten segítségével megfelelően, helyesen gyakorolni, akkor ennek jó hatása van lelki értelemben is, meg az egyház megmaradása és fejlődése tekintetében is. Hát fontos feladata ez a papi életnek, és én hát köszönöm az Úristennek, hogy arra méltatott, hogy ilyen feladattal ajándékoz meg engem a hívek javára, az egyház javára, a plébánia javára, a templom javára. Hát körülbelül ilyen gondolatokkal várom én az új szolgálati helyemnek az elfoglalását, ahol természetesen építeni szeretnék az eddigi hát összes pozitív és jó gyakorlatra, az híveknek az Isten szeretetére és ember szeretetére, és az előttem szolgáló
összes papoknak a bölcsességére és munkájára, erőfeszítésére, amit ott megvalósítottak. Hát adja az Isten, hogy az ő munkálkodásuk is nem, hogy megszakadjon ilyen módon, hanem továbbvitelre kerüljön. Hát az én szolgálatom által is tudjon az a közösség majd tovább fejlődni, meg megmaradni, amelyben ők letették évek vagy évtizedek munkáját, odaadását, ajándékát, szolgálatát. Hát, ilyen gondolatokkal készülök. Köszönöm szépen a válaszát, nagyon örvendek akkor, sok boldogságot akkor az új szolgálati helyen. Hát köszönöm, és kegyelmet adjon a jó Isten nekem. Hát ezt kérem a hívektől is, akik most akár a televízió képernyőjén keresztül is értesültek erről, hogy hát fohászokban emlékezzenek meg rólunk, a papokról, akik most új helyre kerülünk, és továbbra is szeretnénk olyan módon szolgálni az Úristent és a keresztény népet, ahogy az Isten szándéka szerint való. Jó? Tehát köszönöm a fohászokat. Jó, dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a hívő közösségről, mint barátokról, meg a családi közösségről ejtettem szót nem olyan régen, és ennek a közösségépítésnek is talán a nyári időszak ez egy új lehetőséget ad. Amikor egy nagyszülő, nagymama vagy nagypapa tud találkozni az unokáival, tud velük esetleg játszani, társas játékot játszani, vagy elvinni őket a strandra, vagy kirándulni, vinni. Jók ezek a kapcsolatok, hogyha ilyenkor megerősödnek, hogyha annak az unokának nem csak az jelentene majd élményt, hogy milyen finomat sütött nekem a nagymami, hanem arra is mindig emlékezne, hogy milyen jó volt nyaranta a nagymamával lenni, milyen jó volt vele beszélgetni, milyen jó volt tőle megkapni a puszit minden este, és a nagypapával is jó volt beszélgetni, vagy elkísérni őt, amikor horgászni ment, vagy segíteni neki, amikor bevásárolni voltunk a piacon. Hát a nagyszülőkkel való kapcsolat nagyon sokat jelent az unokák életébe. És az is egy szép feladat, amikor egy nagyszülőtől látja azt, hogy most az imádságnak van itt az ideje, az esti imádságnak most annak van itt az ideje, hogy megvizsgáljuk a lelkiismeretünket, és átgondoljuk, hogy milyen jó és kevésbé jó dolgok történtek, mi az, amit rosszat tettünk esetleg, hogy tudjunk javítani rajta, hogy tudjunk majd változtatni. És milyen jó, hogy ezt a jó példát látja az unoka, és megmarad benne ennek az emléke, ennek a képe. És akkor azt mondja, hogy értékes életet él az én nagymamám, meg a nagypapám, akkor is, hogyha most már nem jár munkahelyre dolgozni, értékes életet él, mert mindig imádkozik a családért, mert mindig megtesz mindent az unokáiért, mert mindig kedves, mert mindig barátságos, mert mindig megértő és mindig jó tanácsot ad. Hát egy nagyszülőnek az élete is tud szép lenni, meg tud kiteljesedni, amikor így a nyári szünetben az unokáival tölt időt, vagy gondoskodik róluk. Sokszor a szülőknek vissza kell menni dolgozni, mert nincs olyan túl sok szabadság, de a nyári szünet még hosszú, és akkor át tud venni a nagymama, a nagypapa a
az unokák nevelésével, a rájuk való gondviseléssel, feladatot a szülőktől, milyen fontosak a nagyszülők, és hát közeledik is különben, ugye Szent Anna ünnepe, ami egyben a nagyszülőknek is az ünnepe, hiszen Szent Anna, ugye szűzanyának az édesanyja, hát az Úr Jézusnak a nagymamája. Hát mi is próbáljunk meg, hogyha nagyszülők vagyunk, olyanok lenni, hogy az unokánknak minden jót megadunk, ami tőlünk telik. A jó példát, az imádságra tanítást, a becsületes életre való tanítást mi adhatjuk meg nekik. Természetesen az iskola is, a szülőknek a nevelése is nagyon fontos, de hát külön ajándék az, hogyha a nagyszülő is tudja az unokáit nevelni, tudja jóra indítani, tudja őket a szeretetben megerősíteni. A család fontossága így a nyári szünetben, a nyári szép időben, a szabadságok idejében is talán még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Azt a hangsúlyt, ami pótolhatatlan. Amit, hogyha nem tudtunk megtenni életünknek a dolgosabb éveiben, nem tudtunk megtenni a munkásabb hétköznapokban, akkor legalább ilyenkor a pihenés idejében, a nyári szünetben azt tudjuk megtenni. Akár családilag is fordulhatunk a jó Isten felé. Hálát adva Istennek gyermekeinkért, hálát adva Istennek az unokáinkért, hálát adva Istennek azért, hogy nekünk még adott fizikai erőt ahhoz, hogy tudjunk gyerekeinkkel és unokáinkkal foglalkozni. Hálát adunk Istennek azért, hogy még a gondolkodásunk úgy rendben van, tudunk figyelmesen beszélgetni, gondolkozni, értelmes dolgokon járatjuk az eszünket, ezzel is tudjuk a unokáinknak az életét gazdagítani. Hálát adunk Istennek, hogy a szeretetre tudjuk őket rávezetni. Hálát adunk Istennek azért is, hogy talán mi vagyunk azok, akiknek, mert mint nagyszülők, ők elmondhatják nyugodtan mindazt, ami a szívüket nyomja. Elmondhatják azt, amivel nem értenek egyet, elmondhatják azt, hogy mi a tervük, elmondhatják azt, hogy mi az, ami fáj, elmondhatják azt, hogy mit szeretnének, és mi pedig, hát először is meghallgatjuk. Másodszor, ha van jó ötletünk, akkor elmondhatjuk nekik a jó példákat, a szép példákat, az értékes példákat. Hát, ha megragad. Hát, ha ők is követik a jó példát. Hát, ha ők is az értékek felé mozdulnak. Legalább mi, akik nagyszülőknek tekintjük magunkat, hát megtettük, amit tőlünk kíván a jó Isten. Átadtuk az ember szeretet, az Isten szeretet, az értékteremtés alapjait. Milyen jó, hogy ilyenkor nyári időben a testünk templomáról is, meg a saját lelkünkről is gondoskodhatunk. Kikapcsolódással, pihenéssel, mozgással, kondíciónk fönntartásával. Aztán a baráti kapcsolatok ápolásával, a családi kapcsolat erősítésével. Milyen jó, hogy nem a semmibe folyik el ezeknek a napoknak az órái, hanem ezek mind-mind
értékes, mind-mind fontos, mind-mind nélkülözhetetlen feladatok. És vannak, akiknek már mindez nincs napirenden, de hát egy valami mindenkinél megvan. Az, hogyha amíg gondolkodni tudunk, addig tudunk imádkozni is. Addig mélyíthetjük az ima életünket. Amikor átgondoljuk életünknek különböző szakaszait, és akkor mindig a visszatekintő hálaadással élünk. Amikor azt mondom, hogy életemnek ez és ez a szakasza, amire most gondoltam, mennyi minden szép ajándékot jelentett számomra, és ez az ajándék, ez Istentől, az Atyától van. Ez az én Úr Jézusom segítségével, kegyelmével történhetett velem. Milyen jó, hogyha a hálaadás hangja megfogalmazódik bennem. És akkor ez a legszebb imádság, amikor öröm fakad belőlem az Istentől kapott ajándékok miatt. És ez az öröm szólal meg bennem Isten felé. Ez az öröm kap hangot. Amikor nem a fájdalmak, a veszteségek, a nehézségek árnyékolják be a gondolataimat, hanem a hála és az öröm Isten jóságáért. Amikor ránézek egy régi fényképre, vagy előveszek valami régebben készült videót, és a régebbi idők sok szépsége így szinte a szemem elé kerül, akkor van miért az Istennek hálát adni, köszönetet mondani. És azért is, hogy mennyi mindenre, mennyi minden jóra tudott fölhasználni engem az Úristen. Azért is hálát adhatunk, hogy dolgoztunk, ahol dolgoztunk, de ott is oda tettük munkánkat, figyelmünket, törődésünket, alkotóerőnket, oda tettük, ami ránk volt bízva, megoldottuk a feladatot, dolgoztunk rajta. Értékes volt, nem a semmibe tűnt el, még a legegyszerűbb munka is, hanem ott a visszatekintésbe a föltárulása, hogy minden értelmes volt. Értelmes volt, amikor éjszakai műszakban dolgozott valaki, az is. Értelmes volt, amikor otthon maradt valaki gyermekét nevelni, de még mennyire, hogy értelmes volt. Értelmes volt, amikor másokat taníthatott, betaníthatott, oktathatott, és az is értelmes volt, amikor másokat csak meghallgatott, amikor engedte a másiknak, hogy közel jöjjön, és ő is közel lépett a másikhoz, legalább lelkileg. Ezeket is mind megköszönhetjük az Úrnak. Megköszönhetjük Istennek, hogy nekünk ezt mind megadta. Megadta akkor, abban az időben, amikor ezt nekünk szánta. Amikor ez volt a dolgunk. Amikor itt tudtunk szeretetet, türelmet, békességet teremteni. Amikor a jó Istenből mi is továbbadtunk valami picit, valami keveset, de igazat, értékeset. Ez már az imádságnak egy belsőséges formája. Amikor nem a betanult és minden bizonnyal értékes és fontos ima szövegeket hozzuk újra elő, kinyitva az imakönyvet, vagy emlékezetből mondva az imádságokat, hanem a saját szívem, meg a saját gondolatom ismeri föl Isten jelenlétét. Meg ismeri föl Isten jelenlétét nem csak most, hanem hogy jelen volt a múltamban, jelen volt adott esetben a fiatalságomban, vagy a dolgos éveimben.
és ezért hálát adok, és akkor ez már egy óriási támasz arra, hogy ha eddig jó volt hozzám az Úristen, eddig mindig ajándékozott nekem valamit, akkor most sem fog elhagyni. Most, amikor is talán azzal szembesülök, hogy milyen erőtlen vagy esendő a testi mi voltam, akkor sem fog elhagyni. Mert miért változott volna meg, aki mindig jó volt, aki életem egész története folyamán jó volt hozzám, ő most is ezután is jó akar lenni. És ez bennem az Isten bizalmat is építi, és szilárdan megtartja. Egy kedves telefonáló érkezik a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Őri Imre, atya vagyok, tessék parancsolni. Dicsértessék a Jézus Mindörök Krisztus, jamm. Kedves atya, szeretettel üdvözlöm. Igen. Volna egy csarkalatos kérdés, amire nem találom a választ, és Attilának hívnak egyébként, budapesti vagyok, Budapestről telefonálok. Hát nem kívánom megnevezni, de egy nagyon-nagyon-nagyon közeli rokonom szentségi házasságot kötött. Igen. Na most a helyzet a következő, hogy sajnálatos módon egy néhány év eltelte után a házastársa, az én kedves rokonomnak, a házastársa a főnökével megcsalta őt több ízben. Hát a rokonom ezt megbocsájtotta neki hosszas beszélgetések során. A házastársa megígérte, hogy ez az életben többször nem fordul elő. Hát természetesen nem tartotta be az ígéretét, tovább folytatta ezt a sajnálatos tevékenységet, amit a rokonom már nem bírt a továbbiakban. Hát azt nem tudom konkrétan, hogy most a válást ugye ki kezdeményezte, de sajnos megtörtént. Na most ugye én hithű katolikus révén én tudom, hogy a katolikus egyházban nem létezik válás, tehát ilyen nincsen. Tehát, hogy ugye egy szentségi házasság az egy életre szól, ezzel én tökéletesen tisztában vagyok. De most ilyen esetben, amikor az én szeretett rokonom egy áldozati fél, gyakorlatilag, mert hát ő teljesen vétlen volt. Én ismerem az ő szituációját, mert közvetlen mellette átéltem ezeket a történéseket. Ő most gyakorlatilag a katolikus egyház, hát hogy hittételei szerint most ő arra van kárhoztatva, hogy a hátralevő életét teljesen egyedül élje le, mert hát hogy nem járulhat szentségekhez abban az állapotban, abban az esetben, hogyha ő egy tisztességes, szeretetteljes párt talál magának. Erre az anomáliára szeretném az ön megtisztelő válaszát magamhoz venni, vagy megtudni, vagy erre választ kapni, hogy ilyenkor az áldozati fél, aki ebben a dologban áldozatként szerepel, elvárja a katolikus egyház tőle, hogy egy, hát úgymond szörnyű magányban, mert hát ugye a Jóisten az embert társas lénynek teremtette, nem hiába adta hozzá ugye Évát oldalboldájából. Hogyan lehetséges egyáltalán azt elvárni bárkitől is, hogy az életét magányosan élje le egy szentségi házasságnak a egy oldalú megtörése után. Hát erre szeretnék választ kapni a jó Isten nevében. A helyzet az hát nem egyedi, de hát van néhány meggondolásra hát szükséges gondolat. Az valóban jól említette azt, hogy
hogy a Isten színe előtt kötött házasság két katolikus között is, vagy pedig legalább az egyik katolikus és a másik az hát lehet más vallású is, de mégiscsak egy életre szóló életszövetségnek a megkötését jelenti. Az életre szóló életszövetség az Krisztus Urunk tanítása szerint is, meg az egész Bibliának a szellemisége és szavai szerint is fölbonthatatlan életszövetség. Az életszövetséget nem bontja föl egy másik embernek a helytelen viselkedése sem. Éppen az ilyen meggondolás alapján azt kell, hogy valljuk és mondjuk, hogy a házasság az felbonthatatlan. Amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza. Tehát egyházi gondolat szerint ezért nem is létezik ilyen, hogy egyházi válás. Katolikus egyházban ilyen nem létezik, hogy egyházi válás. Na most, ami az ilyen nagyon sajnálatos és fájdalmas események kapcsán fölmerül kérdés, az az, hogy az annak idején azzal a személlyel megkötött házasság, az valóban minden tekintetben érvényes kötés volt-e. És itt nem csak arra gondolok, hogy a templomi szertartáson részt vettek, és ott minden mondat elhangzott-e, aminek el kellett hangoznia, hanem a házasságra lépő feleknek, hát valóban a szándéka meg az akarata, az valóban ugyanaz volt-e, egyező volt-e, mint amit kimondtak ott szóban. Tehát az egyház mindig vélelmezi a házasságnak az érvényességét. Ellenben van, ahol indokolt azt megvizsgáltatni, hogy valóban érvényes volt-e a kötés. Főleg akkor, hogyha aztán ilyen hűtlenségi és polgári válás hát közben jön az életben, és akkor valóban az a másik fél, az hát ugye nem tud, mivel templomi házasságot kötött, mással házasságot kötni. És ugye, hogyha mással nem tud házasságot kötni, akkor nyilván az együttélés sem gondolható el, mert az együttélés az katolikusok között hát azt jelenti, hogy Isten színe előtt megkötött házasságban él együtt az ember, és hát házasságon kívül meg nem él együtt az ember másokkal. Éppen ezért a szentségekhez való járulás, a Szent Jónás, Szent Áldozás is hát kötött ahhoz, hogy valaki ne csak egy együttélésben, hanem házasságban éljen valakivel. Tehát ilyen esetben, amikor már megtörtént egy polgári válás, érdemes esetleg kapcsolatba lépni az egyházmegye azon személyével, aki a házasságjogban jártas, aki az ilyen vizsgálatokat megfelelő objektivitással hát át tudja tekinteni és el tudja végeztetni, arra való tekintettel, hogy az egykori kötés, ami ugye templomi házasságkötés volt, az valóban érvényes volt-e. Tehát többféle szempont lehet, amely alapján kimondhatja azt egy egyházi bíróság, hogy nem is volt az érvényes akkor. De persze, ugye vélelmezzük, hogy érvényes volt, azt nyilván bizonyítani kellene, hogy,
hogy nem gondolta valaki úgy, vagy nem az szerint nyilatkozotta, hogy ő a szándékában állt volna, de ezt tényleg egy egyházi bíróságnak kell kimondania. Hogyha ez egy egyházi bíróság ezt megállapítja és kimondja, akkor az a kötés az ugye nem érvényes kötésnek tekinthető, gyakorlatilag szabad állapotúvá válik akkor mind a két fél, az is, aki szerencsétlen módon hát egyedül maradt, és akkor számára van lehetőség arra, hogy persze kellő megfontoltsággal ismét hát templomi esküvőbe gondolkozzék valakivel, akit ő szeret, és akivel tényleg az életét szeretné leélni holtomig és holtáig. Tehát gyakorlatilag, hogyha úgy tekintenek erre az első esküvőre, hogy ez nem történt érvényes házasságkötés, és ezt megállapítja és kimondja az egyházi bíróság, akkor van lehetőség arra, hogy házasságot kössön mással, és hát akkor igazából nem mondhatjuk második házasságnak, mert akkor ez az elsőről azt mondják, hogy az nem is volt házasság. Tetszik érteni? Lehet, hogy így bonyolult, de ilyen menetrend ez létezik. Természetesen a egyházmegyének a megfelelő ügyhallgatója tud ebbe majd tanácsot adni, hogy egyáltalán van-e remény arra, hogy a házasság érvényességét azt hát ne tekintse az egyházi bíróság hát érvényesnek, tehát hogyha van rá esély, akkor érdemes azt végigvinni. És akkor nem bontó per ez, hanem érvénytelenséget megállapító egyházi bírósági eljárás, ami körülbelül eltarthat egy évig is, vagy néha tovább is. Meghallgathatnak tanúkat ebben az ügyben, vagy kikérhetnek megfelelő szakvéleményeket ebben az ügyben, és hogyha tényleg azt állapítják meg, hogy nem volt érvényes kötés ez annak idején, akkor tud érvényes házasságot kötni az, aki hát így módon polgári válásban hát egyedül maradt. Tehát ez a követhető út, hogyha ez az út nem járható, akkor viszont hát Isten szándéka szerint olyan együttélésnek nem szabad, hogy legyen, amely házasságon kívüli együttélés. Tehát a pusztán polgári kötés az nem számít annak. És hát éppen ezért, hogyha valaki mégis Isten szándékával ellentétesen cselekszik, akkor hát azt mi hát bűnös állapotnak, bűnös cselekedetnek hát tudjuk értelmezni, és hát ilyen értelmezés szerint nyilván nem tudja megígérni, hogy a Szent Jónásban többet nem követi el, hanem hát akkor nem tud föloldozást sem kapni, nem tud aztán emiatt szent áldozáshoz járulni, vagy hát igen. Tehát ez a helyzet, hát ez egy bonyolult helyzet, de hát orvosolni ez csak oly módon lehet, ahogy említettem, hogy az érvénytelenségre tesznek föl akkor kérdést, hogy érvényes volt-e a kötés, vagy sem. És hogyha úgy állapítja meg az egyházi bíróság, hogy nem volt érvényes az a kötés, akkor szabad állapotúvá nyilvánítják. Be is jegyzik a kereszteltek anyakönyvében, hogy a bíróság kimondta az érvénytelenségét az egykori templomi szertartásnak, és akkor újra, hát akkor tud ugye házasságot kötni. Nem tudom, ez érthető-e, vagy nem? Elég bonyolult így a helyzet, de... Hát igen, nagyon szépen köszönöm, tökéletesen megértettem. Tehát... Hála Istennek, teljesen megértettem a helyzetet, a magyarázat kielégítő volt,
Nagyon szépen köszönöm, hát megpróbálok a kedves rokonomnak. Hát akkor ezt így tovább tudja adni ezt a tanácsot neki, hogy akkor próbáljon meg az egyházmegyének a ügyhallgatójával kapcsolatba lépni, hogy hát ha találnak olyan hát dolgot, ami miatt nem is volt az érvényes kötés. De alapjában föltételezett, hogy érvényes kötés, azt nyilván bizonyítani kell, hogy mégsem. Tehát ez a hozzáállás. Értem. Jó, hát nagyon hálásan köszönöm ezt a kielégítő és precíz választ. Jó Isten áldását kérem mindannyiunkat. Isten áldja önöket, és dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát kedves nézők, kedves testvérek, a nyárnak ebben a meleg hetében gondoltunk arra, hogy mennyi minden lehetőségünk van, amikor nem szorít minket a munka, amikor szabadságra mehetünk. Tehetünk a saját testünkért, jó közérzetünkért, a teljességünkért, a kondíciónkért. Akkor ezen felül a személyes kapcsolatok újra fölelevenítéséért, ápolásáért, a barátságok megszilárdításáért, a családban, akár a szülői, vagy a nagyszülői feladatokban való örömökért, amit én szívből kívánok mindnyájunknak, akik most hát hallgattuk, néztük ezt a televíziós műsort ezen a délelőttön. Én kérem a jó Istent arra, hogy mindnyájunkat vezessen egyre közelebb az ő jóságához, az ő szeretetéhez, családon keresztül, imádságon keresztül. Jézus mondta, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Máté evangélium 11. fejezet 28. versében. Dicsérthessék a Jézus Krisztus, további szép nyarat kívánok kedves televízió nézőknek!